Ez például egy kimondottan nászutasoknak ajánlott hotel, Dominikán található, és csak 18 év feletti vendégeket fogad. Gyönyörű nászutas lakosztállyal. Ez csak egy ajánlat a sok közül, a kínálat ugyanis bőséges. A Facebook statisztikája szerint a világ legnépszerűbb esküvő utáni célállomása Las Vegas. Ennél a győri utazási irodánál a foglalások alapján az ifjú párok a külföldi utakat részesítik előnyben. Nászutak 90%-a azért külföld jellemzően, tehát ilyenkor szeretnek elmenni egy kicsit idegen tájakra, vagy olyan helyen, ahol nem jártak, hiszen nyilván ez egy felejthetetlen pillanat, és próbálják ezt a nászutat felejthetetlenné tenni igazából, és ezért valami specifikusabbat keresni, úgyhogy inkább a külföldi nászutak dominálnak. Exotikus szigetek, Törökország és Görögország, leginkább ezek a helyek a felkapottak. A nyári nászutakat külön kell választani azért a télitől. Nyáron leginkább jellemzően Törökország, a Baleár-szigetek, tehát Majorka, Menorka, valamint a Kanári-szigetek, melyek a legkedveltebb úti célok. Továbbá, ami kicsit kuriózum számban megy, a görög szigetek közül a kisebb szigetek, ami kevésbé tömegturizmus. Ilyen például Mykonosz, Samos szigete, Santorini esetleg, amelyek a fő úti célok. A világ bármely pontjára elutazhatnak a friss házasok. Persze az álomutazást az ár nagy mértékben befolyásolja. Mondjuk egy görög szigetet nézünk, ami egy kicsit specifikusabb, vagy egy kisebb, egzotikusabb, egy Naxoszt, egy Mykonoszt, vagy akár egy Santorinit, akkor ott pár százezer forintban megáll nyilván ez a részvételi díj per fő, viszont hogyha egy Maldív-szigeteket nézünk, ami az egyik legdrágább, de nagyon divatos nászutas úti cél, ott hát 1-2 millió forint, nyilván a határa csillagos ég, de 1 millió forintnál is kezdődnek akár ezek a lehetőségek. Az irodavezető azt is elmondta, vannak olyan külföldi utak, ahol a szállodában vagy akár extrém helyeken, nem hivatalos ceremónián újra kimondhatják a boldogító igent a nászutasok, és ezzel a házasság kötelékét tovább erősítik.